Üdvözlöm nézőinket Borsod-Abaúj Zemplén megye 43 településén. A Szerencsi Televízió adását látják, Kuruc Hajnalka vagyok. Műsorunk tartalmából. Megújulás a közoktatásban. Nyitottság a világra, az emberekre. Új kihívások az új tanévben. Óvoda vezetőt választottak a képviselők. Megújult a gyermekállom óvoda. Fergeteges tánc bemutatót adta Harkányban. Szerencsés a karád 3-0. Központi tanévnyitó ünnepséget tartott a Gönczi tankerület szeptember 2-án a Károlyi Gáspár általános iskola előkertjében. A 2013-2014-es tanévet Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár nyitotta meg az abaúji településen. A Gönczi Károlyi Gáspár általános iskolában az idei tanév Vadászi Viktória versével kezdődött, majd Pece János igazgató üdvözölt a diákokat és a pedagógusokat. Az intézmény vezetője szólt arról, hogy ez az első tanítási év, amikor minden első osztályos diák ingyen kapta meg tankönyveit. Pece János örömhírt is megosztott az általános iskola tanulóival, mely szerint kívülről 123 millió forintból megszépült új tetőt, nyílászárókat és korszerű homlokzatot kapott az épület. A beszédben elhangzott, hogy a helyi oktatási intézmény szakos ellátottsága biztosított egyedüliként a tankerületben. Ódor Ferenc országgyűlési képviselő megtiszteltetésnek nevezte, hogy a köznevelésért felelős államtitkár nyitotta meg az abaúj térségben a tanévet, és reményét fejezte ki, Hoffmann Rózsa jó képet kapott a térség oktató-nevelő munkáról. Az 2018. tanév igazi megújulást hoz az oktatásban és nevelésben, hiszen ezt az esztendőt a változások jellemzik. 2013. szeptember 1-től gyökeresen más megvilágításba helyezi a magyar tanügyet. Ezt már Hoffmann Rózsa jelentette ki az eseményen mondott beszédében. A köznevelési államtitkár a megújulást hozó változások közül egyebek mellett az új nemzeti alaptantervet, az újrainduló szaktanácsadói rendszert és tanfelügyeletet, az intézmények állami fenntartásba vételét és a jelentős, minden pedagógusra kiterjedő, 5 számjegyű, értékét megőrző béremeléssel kísért pedagógus életpálya modell bevezetését ismertette a résztvevőkkel. Általános iskolákban, állami általános iskolákban elindul az erkölcstan, és választható módon az erkölcs és hittan tanulása, amely a nevelési céljainkat szolgálja. Most indul útjára az új nemzeti alaptanterv és a kerettantervek, amelyek a tanítás tartalmait kötelező érvénnyel előírják, így tehát nem lehet megengedni azt senkinek, hogy ami abban benne van, arról ne essék szó az iskolás évek alatt. Folytatódik a mindennapos testnevelés, beindul a tanfelügyelet, szaktanácsadás, megindul a pedagógusok minősítése, már a pedagógus életpálya részeként, amelynek a másik oldaláról elég sok szó esett, egy nagyon jelentős 5 számjegyű béremelést kapnak a kedves kollégák. Az általános iskolát nem eredményesen elvégző fiatalok számára az úgynevezett HIT programok indulnak. Nem sok ilyen fiatal van, de neki komoly segítséget jelent az egyéni felzárkózásban ez az új intézkedés. Az általános iskolások felmenő rendszerben ingyen fognak tankönyvet kapni ebben az évben. Az első osztályosok kaptak már ingyen tankönyvet. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindez az intézkedés fölsorakoztatható abba a csokorba, amely azt szimbolizálja, hogy a társadalom, a politika végre a saját értékükön becsüli a pedagógusokat, az oktatás világát, amit nagyon jól jelképez az, hogy itt Göncön, ami nem egy hatalmas település, de országos politikusok, helyi politikusok, szülők tömkelege, és nagyon sok ember megjelent, ezzel is azt üzenve, hogy ami itt történik, az fontos. Elhangzott itt a pedagógus béremelés, végre ugye most már megfelelő bérért fogják nevelni, oktatni a diákokat a pedagógusok. Mit jelent ez nekik? Ez 5 számjegyű alapbéremelést jelent, ezzel összekapcsolva viszont a munkaidő 80%-ának a megkötését, amiben nincs semmi rendkívüli és semmi jogtalanság, hiszen Magyarországon a törvényes munkaidő heti 40 óra, ebből az új oktatási irányítás 32 órát
kötöttnek tekint, ezt mindenképpen az iskolában vagy az iskola környékén pedagógiai munkával kell eltölteni a pedagógusoknak. Ahhoz, hogy ne kényszerüljenek arra, hogy másodállást vállaljanak, mint hogy nagyon sokan tették, ehhez is szükség volt arra, hogy egy jelentős béremelést kapjanak, amely bérből tisztességesen most már meg fognak tudni élni, és a bérnek az értékállóságát, az állandó növelését is garantáltuk a törvényben. Miért fontos a mindennapos testnevelés, illetve még egy a nemzeti alaptantervvel kapcsolatban, hogy miért kellett megújítani ezt? A mindennapos testnevelés az egészségi állapoton javít, és a gyerekek személyiségének a sokoldalú fejlődését teszi lehetővé. Aki sporttól, az nagyon sok mindent megtanul, le tudja küzdeni az akadályokat, akaratereje fejlődik, élményben van része, és hát egészségesebb lesz. Körülbelül ezek a legfontosabbak így röviden. A nemzeti alaptanterv megújítására két okból is szükség van, egyéb időnként, 5 évenként amúgy is meg kellene nézni, hogy a társadalom nem fogalmazott-e meg olyan kívánságot, ami jogos, és be kell venni, de a mi alaptantervünk, ami volt korábban, az nem tartalmazott ismereteket, vagyis tananyagot. Emiatt nagyon sokfélét és nagyon sokféleképpen tanítottak az országban, ami a mi meglátásunk szerint tarthatatlan, mert hiszen az állam felelősséget visel azért, hogy minden magyar állampolgár, felnövekvő állampolgár részesüljön ugyanazokban a művelődési javakban. Tehát ezt garantáltuk a nemzeti alaptantervvel, amely szintén az idén indul útjára. Mit jelent az, hogy a gyerekek délután 4 óráig lesznek az iskolában? Milyen programok várják őket? Az ellenérzés téves információból táplálkozik, mert gyakorlatilag nem változik semmi, hiszen a család, hogyha gondoskodni tud a gyerekről, akkor elkérheti az iskolából. Ez nem az gyerek számára kötelezettség, az iskola számára kötelezettség, hogy gondoskodjék arról, hogy a egyébként esetleg csellengő gyerekeknek színes, változatos, gazdag programokat tudjon kínálni. A gyereknek csak a kötelező foglalkozásokon kell részt venni, de ajánlatos bent maradni az iskolában, hiszen ott megfelelő fejlesztésben van része. A köszöntők után a helyi művészeti iskola diákjai mutatták be az alkalomra készített műsorukat. A gönci pedagógus énekkar vidám dalokkal szórakoztatta a résztvevőket. A műsor végén a 2 hónappal ezelőtt alakult Citera zenekar magyar népdalcsokrot adott elő. Az ünnepélyes tanévnyitó után Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő többek közt szólt a köznevelés átalakításának fontosságáról, beszédében kiemelve azt, hogy ilyen nagy mértékű változás Mária Terézia uralkodása idején történt, ezért immár elérkezett az idő a közoktatási rendszer megújítására. Az országgyűlési képviselő szerint az új rendszer kidolgozása után a feladatok összehangolása nagy munkát jelent majd a szakembereknek. Ezt követően Hoffmann Rózsa szakmai tájékoztatót tartott a köznevelésben megvalósuló legfontosabb változásokról a tankerületben dolgozó igazgatóknak, pedagógusoknak. Az államtitkár előadásában elhangzott, hogy az új köznevelési törvény szerint a pedagógus életpálya rendszere és a béremelés már az idei tanévkezdéskor kiterjed a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra. A változás része az új típusú munkabeosztás, a heti kötelező óraszám átalakítása is. A többlettanítással járó óradíjak ennek kapcsán megszűnnek, és speciálisan a pedagógiai munkára kidolgozott értékelési és minősítési rendszer lép be. A 2011-ben tervezett bér 60%-át kapják most az érintettek, ez átlagosan 34%-os bérnövekedést jelent. Kist Lajosné, a Magyar Vöröskereszt Szerencsi területi vezetője, negyed évszázad után szeptember 1-én távozik a civil szervezettől. A leköszönő vezető az Ondi Árpád-hegyi horgásztónál köszönte meg a megyében dolgozó kollégáinak a támogató munkát, amit az elmúlt több mint 2 évtized alatt kapott. A kedvelt kiránduló helyen gyülekeztek a vöröskeresztes aktivista búcsúztatójára a kollégái, akik köszönetet mondtak eddigi fáradozásaiért, a véradások szervezéséért és a csecsemőgondozó és elsősegélynyújtó versenyek szervezéséért, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítéséért. Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyzemplén megyei szervezetének igazgatója ajándékkal és virágcsokorral mondott köszönetet az évtizedek alatt végzett segítő munkáért. Egy negyed évszázadig
támogatta a Vöröskeresztet és támogatta azokat a rászorulókat, akik a Vöröskereszthez fordultak, és itt nem csak a véradókról van szó, hanem azokról a szociálisan hátrányos helyzetű emberekről, akik ezen a területen is élnek. És azt gondolom, hogy példaként említhetjük Éva, Kis Lajos Évának a munkáját, aki kitartott a szervezetünk mellett, és hát mondhatom, hogy egy nem könnyű területen, de az egész megyére igaz az, hogy szociálisan egy nem könnyű megyében ő nagyon sokat dolgozott. Ki lesz az utód, és hogy sikerült őt kiválasztani? Egy nyílt pályázaton hirdettük meg az állást, és sikerült kiválasztanunk egy... Azt gondolom, hogy egy olyan hölgyet, aki be fog tudni kapcsolódni. Évával ők együtt is dolgoztak egy-másfél hónapot, és hát Évára, mint önkéntesre. Továbbiakban is számítunk majd, hogy támogassa az új munkatársunkat, és támogassa tovább a Vöröskeresztet. Repeiné Bodnár Zsófia, a Sátoraljai Újhelyi Térség véradó szervezője megható szavakkal búcsúzott munkatársától és barátjától, Kis Lajosnétől. Repeiné Bodnár Zsófia beszédében kiemelte, hogy Kis Lajosné kiváló empatikus és kommunikációs képességével jó kapcsolatot alakított ki a társadalom bármely rétegével. A szónok kiemelte, hogy nem könnyű ez a hivatás, hiszen a sokrétű szervezési feladatokon kívül elsősorban a világra és az emberekre kell nyitottnak lenni. A búcsúztató gondolatokban elhangzott, hogy a szerencsi területi vezető segítőkészségével, nyitott, előítéletektől mentes személyiségével meghatározó része volt a Magyar Vöröskeresztnek. Kis Lajosné szívesen emlékezett vissza a civil szervezetnél eltöltött negyed évszázadra, munkatársakra, barátokra és a segítőhivatás szépségeire és nehézségeire. Nagyon sok kedves emléke van, nehéz lenne bármit is kiemelni, mert ez egy olyan munka, amiben az ember rengeteg-rengeteg szépet, rengeteg nehézséget, de rengeteg szépet, rengeteg jót, rengeteg kedveset megél. Hát én is így vagyok, hogy az emberekkel való foglalatoskodás, a szociális munka, a víradás szervezés, abban annyi sok jó van, és annyi sok szép a karácsonyi megajándékozások, az a sok ember, aki örült annak az ajándéknak, vagy az a sok beteg, aki örült annak a vérnek, amit mi összegyűjtöttünk. Ezt nem lehet, azt gondolom, kiemelni. Arról nem beszélve, hogy a munkatársaim is nagyon-nagyon nagy szeretettel vettek körül azok az aktivisták, akik segítettek nekem. Annyi szeretetet és annyi jót, annyi segítséget kaptam, hogy azt gondolom, hogy ez korona arra 25 évre, amit én itt töltöttem a Vöröskeresztnél. Ezt úgy egybe lehet az egészet elképzelni. Sok nehézség is persze, nyilvánvalóan, mint minden munkába, ahogy a gazdasági életnehézségei ugye bejöttek a Vöröskereszt életébe is, úgy nekünk is nehezebb lett a munkánk, kevesebb lett a támogatónk, kevesebb dolgot tudtunk megvalósítani, nyilván kevesebb emberen tudunk segíteni, szóval nehezebb lett a munka. Talán én szerencsés voltam abban, hogy én abban az időben kezdtem, amikor még azért több támogató volt, ugye a Vöröskeresztes bálok, ami szerencsén hát nagyon nagy nevű bál volt, és nagyon nagy bevételeket tudtunk ebből profitálni, hiszen minden tombola tárgyat ajándékba kaptunk, minden étkezéshez való dolgot ajándékba kaptunk, és a tiszta bevételünket azt a Vöröskereszt tudta felhasználni. Ez ma már sajnos nincsen. Sokkal nehezebb lesz az én kollégáimnak, akik most tovább dolgoznak, mint az én munkám. Pedig az sem volt könnyű, azt gondolom. Azért nem szakad itt vége a Vöröskereszttel való kapcsolatnak, ha lesz-e önkéntes munka továbbra. Hát ezt a munkát nem lehet abba hagyni. Tehát ez az ember, azt gondolom, hogy erre születik, hogy ilyen legyen, aki szívesen segít bármikor. Most ez, hogy ezt munkával, vagy csak szívességből teszi, ezt erre születnek el, én azt gondolom, és nagyon sok ember született erre, hogy segítse a másokat. Én erre születtem, és később is ezt fogom tenni, csak most már kevesebb szer. Nyilván most már a családomnak, a gyerekeimnek szeretném a további éveket, amíg aktív vagyok, az ő segítésükre szeretném fordítani. A köszöntők után a délelőtt kötetlen beszélgetéssel, a múltbéli események kedves emlékek felidézésével telt.
A búcsúztató beszédek után az ünnepelt vendégül látta immár egykori kollégáit a Szerencsi Árpád-hegyi horgásztónál. A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola és Művészeti Alapiskolában és a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában szeptember 3-án kezdetét vette a 2013-2014-es tanév. Megérkeztek az intézményekbe az első osztályos diákok is, akik 3-3 osztályban láttak hozzá az írás, olvasás és számolás alapjainak elsajátításához. Az új köznevelési törvény elfogadásával változások következtek be az oktatásban és nevelésben. Az új nemzeti alaptanterv szerint 16 óráig biztosítani kell a gyerekeknek az iskolában való tartózkodást és a különböző délutáni foglalkozásokat. Az egész napos iskola rendszere a szakemberek szerint társadalmi igényeket elégít ki, hiszen az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott a családok szerkezete, életformája. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskolában a tavalyi tanévhez képest nőtt a diákok száma, 3 első osztályban 60-an kezdték meg a tanulmányaikat. Az intézményben a művészeti képzés mellett népszerű a két tannyelvű oktatás, ezért 3 tanulócsoportban kezdték meg a tanítást. Megkezdtük a tanévet. Én úgy gondolom, hogy egy olyan tanév előtt állunk, ami újdonságokkal van teli. Ezek az újdonságok azonban olyan szinten érintik a kollégákat, gyerekeket, szülőket, amelyekhez megpróbálunk nagyon gyorsan alkalmazkodni. A tanévet 428-an kezdtük meg az intézményben. A művészeti iskolásoknak a létszáma még alakulóban van, hiszen a májusi beiratkozás és a júniusi pótbeiratkozás után még mindig vannak olyan szülők, gyerekek, akik majd még most fogják eldönteni, hogy milyen szakra jelentkeznek. Jövő héten hétfőn van a tanévnyitó, és ekkor osztják el a kollégák egymás között a gyerekeket, az óraszámokat és az egyéb feladatokat. Tehát ez még mindig változhat. Újdonság szintén az, hogy 3 első osztályt indíthatunk, 60 fő első gyerek jelentkezett hozzánk. Én úgy gondolom, hogy sokkal egészségesebb dolog az, hogyha 3-20 fős osztályban működik az első osztály, mint 2-30 fővel, hiszen nagyon változatos a képességbeli különbség, óriási különbségek vannak az elsősöknél, nagyon nehéz ezt kezelni. A gyerekeknél a 3 első osztályba való sorolásnál a két tannyelvű képzést is figyelembe vettük. A 60 gyerekből 48 gyerek jelentkezett két tannyelvű képzésbe. A csoport létszám akkor ideális, hogyha 10-14 fő között van a nyelvi csoportoknak a létszáma, ezért egy 3 fős, tehát 3 különböző angol nyelvi csoportot indítottunk. Mindenki örömmel fogadta ezt, mert még ez a tantárgy felosztás utolsó pillanatában a tanévkezdés előtti pár nappal született meg ez a lehetőség, mert úgy gondolom, hogy ez adja az alapot annak, hogy egy megfelelő maximális képzésben vegyenek részt a tanulók. Örömmel vették az akadályt a gyerekek. Azt hiszem, hogy a szülők talán jobban stresszelnek, mint a leendő elsőseink. Nagyon vidáman vették az első napok élményeivel, gazdagon tértek haza. Sokan gondolkodnak azon, hogy ugye ez a 32 óra, amit bent kell tartózkodni, mennyire fogja megterhelni vagy problémát okozni. Úgy gondolom, hogy a mi tantestületünknél, a nevelőknél ez nem jelent olyan problémát, hiszen ha elosztjuk a napok számával, ez napi 6 óra bent tartózkodás, plusz még 2 órát jelent a 32 óra. Ennyit valamennyi kollégám bent tartózkodott, hiszen a munkája olyan szinten kötődött az iskolához, hogy nagyon sok dolgot a dolgozatokon kívül, ami papírformátumban készült, nem vihetett haza. A gépekhez, az interaktív táblákhoz vagyunk kötve, és természetesen a gyerekekhez. Ez nem fog problémát jelenteni. Az, hogy a plusz 4 óra, amiben kontaktórában a gyerekekkel kell foglalkozni, az pedig lehetőség arra, hogy a kollégák versenyre felkészítsenek, tehetséget gondozzanak, felzárkózzanak, osztassanak, differenciáltan fejleszik a gyerekek képességét. Ennek valamennyi kolléga örült. Természetesen vannak olyan problémák, amit azt hiszem, hogy a médiában többször hallottunk országos szinten, hogy a pedagógusok béremelése hogyan alakul és hogyan változik. Én úgy gondolom, hogy az októberi fizetésnél ezt majd mindenképpen meglátjuk. A saját nevelőtestületemről tudom azt elmondani, hogy valamennyi kolléga bére emelkedni fog.
Ugyanakkor azt is el tudom mondani, hogy voltak olyan kollégáink, olyan szakos kollégáink, akiknek túlórája volt. Ez a túlóra ugye most a bentartózkodás és a kötelező óráknak és a kontaktórának a száma változása miatt ez a túlóra elvész, tehát így nem lesz túlórája a kollégának, a bére viszont nem fog csökkenni. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknél mindenképpen az az elsődleges szempont, hogy megfelelő fejlesztést, képességüknek megfelelő tanítást, oktatást és nevelést kapjanak. Szeptember 1-e és az azt követő napok az első osztályosoknak jelentettek változást, akiknek meg kell szokniuk egy új, a korábbinál szigorúbb szabályok szerinti világot, az iskolát. A Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolában szeptember 2-án a tanévnyitó ünnepség után kezdetét vette a 2013-2014-es tanév. Az idén 3 osztályban összesen 67 kisdiák kezdi meg a tanulmányait az alapfokú oktatási intézményben. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában a 2013-14-es tanévet 450 diák kezdte meg, 33 pedagógussal és 13 egyéb pedagógiai munkát segítő alkalmazottal. Örömmel mondhatom, hogy iskolánkban mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak voltak a tanév indításához. Igyekeztünk átnézni az új törvényi változásokat, ismerkedünk vele, és folyamatosan ismertetjük vele a szülőket, diákokat. Reméljük, hogy az első hét szervezése feladatainak ellátása után zökkenőmentesen beindulnak a délutáni foglalkozások, miszerint az iskolában, az általános iskolákban 16 óráig kötelező foglalkozásokat biztosítani a gyerekek számára. Az előző tanévhez képest majdnem 50-en többen kezdtük meg ezt a tanévet. Egy első osztállyal többet indítottunk, illetve nem csak egy első osztállyal, hanem egy délutáni napközis csoporttal is több működik a iskolánkban. És ha már a délutáni foglalkozásoknál tartunk, itt szeretném elmondani, hogy igen gazdag a délutáni program a gyerekek részére. Nagyon sok szakkör, blokk, műhely foglalkozás, illetve a szerényebb képességű diákok részére különféle tantárgyi korepetálások állnak rendelkezésre. Itt hívom fel a szülők figyelmét, hogy okosan választanak gyermekeikkel együtt, tehát akár tehetséggondozó programunkban, akár korepetáláson szeretnének részt venni gyermekeik. Melyek azok a délutáni elfoglaltságok, amelyek közül választhatnak? Ahogy említettem, igen széles a paletta. A tehetséggondozó programunkban résztvevő tanulóinknak továbbra is csoportbontásban, illetve emelt óraszámban kínáljuk a matematikát, az angol nyelvet, illetve az anyanyelvi kommunikációs foglalkozást. Ezen kívül nekik kötelező egy szabadon választott tehetséggondozó blokkot is kiválasztani, mint például természetismeret, biológia, képzőművészet, sport, informatika, tehát sokféle lehetőség van. A kisebbeknek is kínáljuk a játékos matematikát, a tánc és dráma foglalkozásokat, illetve tanulóink ugyanúgy, mint az előző tanévben a művészeti iskola keretében működő különféle művészeti tanszakokon is tovább folytathatják a tanulmányaikat. Ez már egy második tanév, mint katolikus általános iskola. Mik a tapasztalatok? Az előző évhez hasonlóan a heti 2 hittanóra felekezetnek megfelelően ugyanúgy beépült a gyerekek órarendjébe. Annyi a változás, hogy az elsős diákjainknak már nem kínáltuk az etika tantárgyat, hanem kötelezően vallásoktatásban részesülnek. Nagyon jó a kapcsolatunk a hitoktatókkal, akár a katolikus, akár a református, akár a görög-katolikus egyházakra gondolok. Sávos órarendben mindenki a felekezetének megfelelő hitoktatásban részesülhet. Az első napokban szerzett élmények meghatározóak a kisdiákok életében.
A csibei és gólyatáborok hozzájárultak ahhoz, hogy az első osztályosok megismerkedjenek az iskolával, a tanítónénikkel, így számukra sem volt ismeretlen második otthonuk. A felsőbb évfolyamosok szeretettel fogadták az érkezőket, hiszen ők már megszokták az iskola légkörét, a követelményeket. A 2013-14-es tanév változásai azonban új kihívásokat jelentenek pedagógusoknak és diákoknak egyaránt. Szerencsváros önkormányzata augusztus 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésén a képviselők többek között elfogadták a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló támogatásra. A képviselők döntöttek a Szerencsi óvoda és bölcsöde vezetőjéről is. Cakóni Szikszai Orsolya ismertette a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázatot, amely idén július 31-én jelent meg. A polgármester hivatal pénzügyi osztályvezetője kiemelte, hogy a zavartalan működés érdekében a Szerencsi önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordult segítségért, ami sikerrel járt, és a fejezetért tartalékból 85 millió forint támogatást kapott, melyet munkabérre, szociális ellátások folyósítására, valamint közüzemi számlák kiegyenlítésére használtak fel. Bobkó Géza, a pénzügyi bizottság elnöke örömét fejezte ki, hogy a város hasonló pénzhez juthat, mint korábban az önhiki volt, hiszen nagy szükség van ezekre a támogatásokra a zavartalan működéshez. Egeli Zsolt szólt arról, hogy az adósságkonszolidáció hatására 70%-kal csökkent a város adósságállománya, azonban nem lett jobb Szerencs gazdasági helyzete, hiszen a vállalkozók a környező települések adóparadicsomait választják cégük székhelyéül, ezért a képviselő úgy vélte, hogy a város helyi adópolitikáját át kell tekinteni. Koncz Ferenc hozzátette, hogy az adósság csökkentés során a kifizetetlen számlákra nem vonatkozott, azonban ha ezeket a számlákat rendezni tudja az önkormányzat, akkor vissza tudnák fizetni a fennmaradt adósságot. A képviselők egyhangulag támogatták az előterjesztést. Király Judit előterjesztő szólt a Szerencsi óvoda és bölcsőde vezetői pályázatáról. A közművöldési szakreferens kiemelte, hogy Szerencsváros önkormányzata május 9-én írt ki pályázatot a Szerencsi óvoda és bölcsöde intézményvezetői pozíciójára, a határidő június 26-án lejárt. Elhangzott, hogy a megadott időpontig egy pályázat érkezett be Angyal Györgynétől. Király Judit hangsúlyozta, hogy háromtagú szakmai bizottság, Nyíri Tibor, Szerencsi tankerületi igazgató, Pásztor Jánosné, a kistérségi óvoda vezetői munkaközösség vezetője, valamint a polgármesteri hivatal közművelődési szakreferense hallgatta meg Angyal Györgyné vezetői koncepcióját, terveit és elképzeléseit. A július 29-én megtartott nevelőtestületi értekezleten a jelenlévők 62%-a, majd ezt követően az alkalmazotti értekezleten a dolgozók 63%-a támogatta a pályázó megbízatását. Gál András, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke tolmácsolta a bizottság véleményét, mely szerint mindent figyelembe véve alkalmasnak találták a vezetői pozícióra. Angyal Györgyné röviden szólt a pedagógiai programjáról, melyből kiderült, hogy 36 éve dolgozik a városban pedagógusként, korábban óvoda vezetői feladatokat is ellátott. A városban eltöltött több évtized alatt alaposan megismerte a helyi óvodák jelenét, múltját és a problémáit is, melyre konkrét megoldási javaslattal is rendelkezik. Angyal Györgyné célja az, hogy a gyerekek jól és biztonságban érezzék magukat az óvoda szeretetteljes légkörében. Egeri Zsolt arról érdeklődött, hogy a felújított óvodák rezsijét, kiadásait hogyan fogja csökkenteni a pályázó. Angyal Györgyné a kérdésre válaszul közölte, hogy a személyi feltételek változatlanok maradnak, nem lesz elbocsájtás, hiszen szükség van az óvodapedagógusokra. A felújítással korszerű fűtőberendezések, szigetelés, új nyílászárók mind hozzájárulnak majd a költségek csökkentéséhez. A képviselők egyhangulag támogatták Angyal Györgyné óvoda vezetői pályázatát. Király Judit közművöldési szakreferens ismertette, hogy pályázatot nyújtanak be a 2014. évi Európart találkozó Szerencsi megszervezésére, melynek célja, hogy a hivatalos önkormányzati együttműködés mellett erős informális szálak, személyes kapcsolatok alakuljanak ki a települések polgárai között.
Király Judit kiemelte, hogy a találkozó lehetőséget ad a zenész, táncos, képzőművész és sportoló gyerekeknek és fiataloknak a bemutatkozásra, a kortársakkal való ismerkedésre. A képviselők egyhangulag támogatták a pályázatban való részvételt. Majoros Miklósné, az adóügyi osztály vezetője ismertette, hogy a kisvállalkozások támogatásáról szóló pályázati felhívásra 8-an jelentkeztek, amelyből 6 felelt meg a formai és tartalmi követelményeknek. Az 5 millió forintos keretből 2,4 millió forintot ítélt meg a bizottság a vállalkozóknak, azonban 2,6 millió forint a támogatási alapban maradt, ezért olyan javaslat érkezett, hogy hosszabbítsák meg a pályázat időtartamát. Gál András, Kis Attila és Takács István szerint a határidő már lejárt, ezért a következő évben hirdessék meg ismét a lehetőséget, míg Egeli Zsolt azt hangsúlyozta, hogy nem csak megítélni kell a támogatást, hanem arról is gondoskodni illene, hogy meg is kapják az összeget, aminek a kifizetésére csak jelentős csúszással van lehetőség. A testület a pályázat következő évben történő kiírását támogatta. Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója beszámolt a 6. országos csokoládi fesztivál sikerességéről, mely szerint idén 151 kiállító, ebből 8 csokoládés stand érkezett a 3 napos programra. A pénteki koncertnapon 2492 fizető vendég volt, szombaton 12.865 látogató vett részt az eseményen, melyből 7.421-en fizettek a belépésért. Vasárnap 11.000-en voltak kíváncsiak a kulturális és zenei programokra, a fesztiválon összesen 26.553-an vettek részt. Ismertette Csider Andor, aki megjegyezte, hogy a rendezvény valószínű nullszaladós lesz, azonban a pontos elszámolás még nem készült el, a szerencsi lakosok ingyen belépőjét pedig pályázati pénzből biztosították a szervezők. A Szerencsi Bolyó János Katolikus Általános Iskolában szeptember 2-án 8 órakor ünneplőbe öltözött diákok és szüleik foglalták el a Kulcsár Anita sportcsarnok lelátóját. A küzdőtéren a meghívott vendégek és az intézmény első osztályos diákjai foglaltak helyet a 2013-2014-es tanévnyitó ünnepségen. Az esemény a himnusz közös éneklésével vette kezdetét, majd a legkisebbek által előadott műsorában szerepelt vers, próza és ének zenés kísérettel. A hagyományoknak megfelelően az osztályfőnökök felkötötték az első osztályosok nyakába az iskola nyakkendőjét, ami azt is jelzi, hogy egy nagyobb közösséghez, a katolikus általános iskolához tartoznak. Ezután Kocsisné Szabó Beáta lépett a mikrofonhoz, aki beszédében kiemelte, hogy az alapfokú oktatási intézményben 450 diák és 33 pedagógus kezdi meg az új tanévet, az előzőhöz képest egy első osztállyal és egy napközis csoporttal többet indítottak. Az iskolában 4 új pedagógus érkezett, Kunder Majerik Anett fejlesztő pedagógus, Visóczki Zsanett tanító, Schuller Madarász Szenáta történelmet, Demeter Bence pedig testnevelést tanít majd a diákoknak, míg Devera Erzsébet katolikus hitoktatóval szellemi neveléshez nyújt segítséget. Az új alkalmazottakat virágcsokorral köszöntötték a diákok. Az igazgató a köznevelési törvényről szólva kiemelte, hogy ennek egyik fontos eleme, hogy naponta 16 óráig foglalkozásokat kínálnak a gyerekeknek, akik képességeiknek megfelelően választhatnak a tehetséggondozás különböző formáiból, vagy éppen korrepetálás keretében segítséget kapnak a tanulmányi előmenetelükhöz. Kocsisné Szabó Beáta az első osztályosokhoz fordulva így fogalmazott. Biztosan várjátok már, hogy beléphessetek a számok betűk birodalmába, nagy szeretettel várunk titeket minden nap. Legyetek kíváncsiak, érdeklődőek, figyelmesek és nagyon szorgalmasak. Darvas László, római katolikus plébános köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a tanulóknak a család után az iskola a második otthonuk, ahol szerető közösségre találnak. Az együvé tartozást erősíti a közösség, ami örömet ad az egyénnek. Az intézmény alkalmazottai pedig azt szeretnék, hogy jól érezzék magukat a katolikus iskolában tanulók, ezért problémáikkal bátran forduljanak az igazgatóhoz, tanárokhoz, a lelkipásztorokhoz és a hitoktatókhoz, hiszen mindannyiuk legfőbb célja az, hogy gyerekek erősek, tiszta szívűek és boldogok legyenek. Hívta fel az esemény résztvevőinek a figyelmét a plébános.
Ezt követően közös imádsággal és a szózat hangjaival ért véget a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége, majd a diákok az osztálytermekbe vonultak, ahol megkezdődtek a tanórák. Tanévnyitó tantestületi értekezletet tartottak augusztus 29-én a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola pedagógusainak. Az eseményen, amelyen részt vett Darvas László plébános, Gál András tekintett vissza az intézmény nyári programjaira, az elmúlt tanév érettségi vizsgáira, az elvégzett felújításokra, korszerűsítésekre, valamint ismertette a személyi állományban bekövetkezett változásokat, az új tanév időbeosztását. Az igazgató szólt arról, hogy az idén nyáron sem zárt be a gimnázium, hiszen táboroknak, tanfolyamoknak és továbbképzéseknek volt a helyszíne. Számítógépkezelői, őrzővédő, szakács, pincér, autóvezető, adótanácsadó, valamint vadászerdés csoportok tartották az intézményben elméleti oktatásaikat. A Bocskai 6. alkalommal volt a házigazdája a Nemzetközi Zemplén Sakkupának, a Csokoládé Fesztivál keretében sportnapot szerveztek. Szerencs testvérvárosába Malhimba 12 diák utazott, 2 kísérővel, a 9. évfolyamos tanulók közül pedig több mint 100-an augusztusban gólyatáborba érkeztek. A végzősök érettségi vizsgája sikeres és eredményes volt. A felújítások, karbantartások közül az igazgató megemlítette a tantermek festését, a parketta csiszolást és lakkozást, valamint új szőnyeget kapott a konditerem. Kijavították a megrongálódott székeket, padokat, tanulói asztalokat. A 2013-2014-es tanévben 5 új osztály indul a Bocskaiban, összesen 26 osztályban 750 fő tanul a középiskolában, akiknek az oktatásáról 61 tanár gondoskodik, a technikai dolgozók és takarítók száma pedig 19 fő. A tanítási napok száma 180, az első fél év 2014. január 17-éig tart, míg az utolsó tanítási nap 2014. június 13-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei egy SZERV rendszámú személygépjárművet ellenőriztek még július 28-án a Tompai határkirendeltségen. A férfi úgy nyilatkozott, hogy bejelenteni való árut nem visz magával. A pénzügyőrök a nyilatkozatot elfogadták, azonban kockázatelemzés alapján tételes vizsgálat céljából félreállították a járművet. A gépkocsi tüzetes ellenőrzésekor a pótkeréknél, a hátsó merevítő profilnál szokatlan zaj hallatszott. A pénzügyőrök műanyag zsákba csavarva egy élő Sándor papagájt szedtek elő a rejtek helyről. A szerb férfi a védett madár szállítására vonatkozó engedélyt nem tudott bemutatni. A pénzügyőrök 40 ezer forint eszméértékű papagájt lefoglalták, valamint a szerb férfi ellen feljelentést tettek a Kiskunhalasi rendőrkapitányságon, ahol a férfi ellen természetkárosítás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult. A Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola karbantartási munkáinak keretében végezte el az intézmény belső udvaráról a helyi Dornex Kft. Az épület hótfarkú tető cserepeinek a pótlását, a lecsúszott esővédők igazítását és a csatorna megerősítését. A beavatkozásom azért volt szükség, mert nagyobb esőzéskor néhány osztályterem beázott, valamint az elmozdult cserepek balesetveszélyesek voltak. A cég dolgozói egy 18 méteres, speciális daru segítségével közelítették meg a munkaterületet, és hajtották végre a nem mindennapi feladatot. A Gesztei Gyermekárom óvoda 31,5 millió forintból kívülbelül megszépült. A 21. századi követelményeknek megfelelő épületben kezdte meg a több mint 100 gyermek a 2013-2014-es nevelési évet. A polgármester és a község önkormányzata fontosnak tartja az óvodában a személy és tárgyi feltételek javítását, az intézmények biztonságos működtetését, ezért döntöttek az épület felújítása mellett. A munkák idén nyár elején kezdődtek, ezért a gyerekek és az óvodapedagógusok május 1-én a régi iskola épületbe költöztek. Az energetikai korszerűsítés során új hőszigetelt nyilászárók, külső homlokzat szigetelés és fűtéskorszerűsítés is megtörtént, melyel várhatóan 40%-kal csökken az intézmény rezsie.
2013. május 1-én kezdődött. Akkor egy régi iskola épületbe költöztünk át a 100 gyermekkel, és az óvodapedagógusokkal, Dajka nénikkel. A szülők nagy megértésével közösen sikerült megoldanunk a nyáron az építkezési munkálatokat. A gyermekek könnyen feltalálták magukat, az iskola épületben megtalálták kedvenc játékaikat, amiket innen vittünk át az óvodából, és gördülékenyen ment a költözködés, oda is, vissza is. Most már megtörtént a felújítás, mit sikerült felújítani, milyen összegből, illetve hogyan segíti ez a gyerekeknek a mindennapi életét? Igen, megtörtént a felújítás. 2013. szeptember 2-án már itt nyitottuk meg az óvoda kapuit. A 32 milliós beruházás az megtörtént. Külsőleg gyönyörű szép homlokzatot, szigetelést kapott az óvoda, egy kőzetgyapott szigetelést. A lakosság részéről rendkívül pozitív visszajelzések érkeztek, hogy gyönyörű szép lett esztétikailag az intézményünk. A nyilázárókat kicserélték műanyagra, ezáltal nagyon-nagyon reméljük, hogy ez a két munkálat a fűtésünket jelentősen csökkenteni fogja az elkövetkezendő télen. Illetve belsőleg fűtésrekonstrukció is történt, modern kazánokat cseréltek az épületben, a radiátorokat, illetve a részben a víznek a kicserélése is, a víz, a gyermekek most már kevert vizet használnak a mosdókban, tehát nem kell attól tartani, hogy meleg víz megsüti a kezüket. Így vizes blokkok átalakítása is történt, illetve része volt a pályázatnak egy taneszköz beruházás, amikből gyönyörű, szép, jó, erős kerékpárokat vásároltunk az udvarra. A mögöttem látható bútorzat, ez minden vadonatúj. Fektetők, asztalok, székek, gyönyörű, szép szekrények, melyek mind azt szolgálják, hogy a gyermekek nevelése esztétikusabb környezetben történjen, illetve a szülők is szívesebben hozzák így gyermekeiket, hogy látják, hogy haladunk a kor vívmányaival, és mindig azt szeretnénk nekik nyújtani, amit a lehetőségeink képest legjobban tudunk. Szeretném megköszönni minden kedves szülőnek, hozzátartozónak, az óvodapedagógusok felé, az óvoda felé nyújtott segítségüket, hozzáállásukat az egész felújítási munka alatt, és nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy bejelentsem, hogy a jótékonysági bálok bevételéből, melyet a szülői munkaközösség tagjai szerveztek, sikerült felújítanunk, helyesebben nem is felújítanunk, hanem teljesen új kerítési részt kapott az utcafront felől az óvoda, a lábazati köveket, illetve a faanyagot ennek a jótékonysági báloknak a szervezéséből tudtuk megvásárolni. Az önkormányzat részéről pedig a közfoglalkoztatottak segítettek be a zsaluelemek beállításába, illetve magának a kerítésnek a létrehozásában. Megkezdődött a nevelési oktatási év a 2013-2014. Szeptember 2-án Gesztelyben is az óvodában. Hány óvodapedagógus, illetve hány gyermek jár most ide jelenleg? A Gesztelyi óvoda úgymond anyaóvodának hívjuk, hiszen van egy telephelyünk, amely 10 kilométerre fekszik tőlünk Újharangot település részünkön. Itt a helyi Gesztelyi anyaóvodában 4 csoport működik, 95-100 fő közötti gyermekkel. Az újharangodi telephelyünkön 30 gyermeket tudunk a mindennapokban fogadni, illetve Sóstófalva község, mint tagovoda hozzánk tartozik, ott 17 gyermek van jelenleg beiratkozva. Mindezeket 13 óvodapedagógus, 6 Dajka néni, az új köznevelési törvény értelmében 2 pedagógiai asszisztens segíti a munkáikat, illetve 1 óvodatitkár került felvételre a vezető munkájának megsegítésére. A Gesztély gyermekállom óvoda pedagógusai fontos feladatuknak tekintik az egyéni sorsokkal való törődést, a gyermekek fejlesztése mellett pedig kiemelt figyelmet fordítanak a kicsik tehetséggondozására. A csöpségek szülei kézműves, néptánc, zenei és hittan foglalkozások közül választhatnak gyermeküknek. Az óvodapedagógusok a magyar nép kultúrájával, hagyományait is megismertetik az óvodásokkal, nemzeti ünnepeinkről történő megemlékezésekkel erősítik a Gesztélyi Gyermekállom napközi otthonos óvoda lakóiban a magyarság tudatot. Az immár hagyományos évente visszatérő programot, a Cini táncestet a korábbiaktól eltérő időpontban augusztus 30-án este tartották meg a település szabadtéri színpadán. A Sprite Dance Club táncos lábú lányai nyitották meg a késő nyáresti programot.
táncprodukció után Varga László Takta Harkány polgármestere lépett a színpadra, aki köszöntötte a vendégeket, táncosokat és szüleiket. A nagyközség polgármestere ajándékot adott át Kovács Anna Mária táncpedagógusnak, Kosárkó Roland versenytáncosnak, Megyes Attila a Tenki tánccsoport tanárának és Dankó Istvánnénak munkájuk elismeréseként. Dankó Nóra Orosz Máté és Lajcsák Lilla Orosz Gergő párosok tangót adtak elő, majd a Tájai Perfekt csoport a Chicago Film zenéjére készült koreográfiát adták elő, mellyel az idén regionális és országos versenyen is az első helyezést érték el. A Dirty Dancing zenés táncos film fülbemászó dallamaira mutatta be produkcióját a Takta Harkány Smiley együttes, majd a Tankról érkezett Garda mutatta be az alkalomra készített műsorát, akik egy esztendővel ezelőtt kezdtek el táncolni Megyes Attila vezetésével. Követően egy showtánc következett, melynek a végén meglepetéssel kedveskedtek a közönségnek. A fiúk néptáncos múltját ötvözték a latin-amerikai táncokkal. A Szerencsi Szikra Tánciskola dinamik csoportja adott elő egy energikus szamba iveót. A Takta Harkány Junior csoportja egy Britney mixre mutatta be műsorát, ezzel a koreográfiával bronz minősítést szereztek Székesfehérváron. A nagyközség csoportjain kívül vendégegyüttesek és versenytáncok érkeztek az eseményre. A fergeteges bemutatók elnyerték a szép számú helyi közönség tetszését. A színes és színvonalas több órás esemény késő éjszakáig tartott a Takta Harkányi szabadtéri színpadon. A Bekecsi Általános Művelődési Központ szeptember 21-én nyárbúcsúztató lecsófőző fesztivált szervez a helyi művelődési házban. A fesztivál ideje alatt kirakodó vásár, valamint egésznapos gyermek és felnőtt programok várják az érdeklődőket. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tanév kezdet időszakában a gyermekek védelme, közúti közlekedésük fokozott biztosítása az idén szeptemberben is a rendőrség kiemelt feladata. Ennek oka, hogy a gyalogosok, mint a közúti közlekedés legvédtelenebb szereplői a nyári vakációt követően az általános iskolák környékén fokozott baleset veszélynek vannak kitéve. A már tradicionálisnak tekinthető tanévkezdeti közlekedésbiztonsági kampány évek óta kedvező visszhangot vált ki a közvélemény részéről. A balesetmentes közlekedést elősegítve a Szerencsi Rendőrkapitányság kiemelt rendőri jelenléttel járul hozzá a balesetek megelőzéséhez. E kedvező folyamat fenntartása és a gyermekek közlekedés biztonsága érdekében a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában az általános iskoláknak a környékén, ahol ez indokolt, a rendőrök kiemelten elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését, úttesten való áthaladását, fokozott figyelmet szentelnek a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére, kiemelten a kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésére, az áthaladás elsőbbség biztosítására. Még augusztus 30-án a korahajnali órákban ismeretlen elkövető az oldalsó ajtót feltörte, a biztonsági kamerát elfordította és behatolt Sátoraljóújhelyen a Losárdi Zsuzsanna utcában lévő nemzeti dohányboltba. Az elkövetők miután bejutottak az üzletbe, a kasszában lévő több tízezer forint váltópénzt magukhoz vették, majd elmenekültek a helyszínről. A boltból más értéket, dohányt nem vittek magukkal. A környéken lakók közül senki nem tudott az esetről, egy hölgy csupán annyit mondott, hogy hallott valami sziréna hangot, aminek nem tulajdonított jelentőséget, így visszaaludt.
A nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították, és 2013. szeptember 2-án elfogták a sátoraljóhelyi M. Edmundot, aki gyanúsítotti kihallgatásán beismerő vallomást tett. A társát még nagy erőkkel keresi a rendőrség. A Miskolci Nemzeti Színházban bérletszünetben szeptember 15-én a Padlás Musical, 19-én, 21-én a Lili Bárónő operett kínál kikapcsolódást. A Kamara Színházban 21-én, 22-én a négyszögletű kerekerdő mesejátékot játsszák. A játékszín kínálatában 15-én a Kopasz énekesnő ellenszínművet, 13-án, 14-én a Géza gyerek Isten drámát mutatják be. A Csarnokban 15-én, 29-én a Hamlet című tragédia szerepel műsoron a Miskolci Nemzeti Színházban. A Hajsza a győzelemért amerikai, német, angol életrajzi drámát szeptember 12-én mutatják be a hazai mozikban. A filmet 16 éven aluliaknak nem ajánlják. Íme egy kis ízelítő a Niki Lauda életéről, az autóversenyzés szeretetéről szóló film tartalmából. It's a lie that all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people. What kind of person does a job like this? Each year, two of us die. James can be a loose cannon. Nick is a genius setting up the cars. I accept every time I get in my car. There's 20% chance I could die. Being driven around 170 miles per hour, this thing's a bomb on wheels. I'm quicker than all of you. Then let's race. I feel responsible for what happened. You were. Now trust me. Watching you win those races, you were equally responsible for getting me back in the car. I'm world champion, on the verge to become world champion again. I can beat this guy, trust me. It's a wonderful way to live. It's the only way to drive. The closer you are to death, the more alive you feel. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központja a helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen, Ács, Pék, Pultos, Szerkezetlakatos, Területi Képviselő, Hegesztő, eladó, fodrász, HR asszisztens, dohánybolti eladó munkakörben lehet elhelyezkedni. Bekecsen műszaki cikk eladót, agrármérnököt, asztalost, élelmiszeripari technikust, Medgyaszun GCB gépkezelőt, autófényezőt, Bodrogkeresztúrban kőművest, építőipari segédmunkást, Legyesbényén magyar szakos pedagógust, Mádon testnevelés szakos pedagógust, Táján mezőgazdasági vontatóvezetőt, Táján idegenforgalmi ügyintézőt alkalmaznának. Változó helyszínű foglalkoztatása, kőműves, zsaluzóács, burkoló, szobafestő, vasbetonszerelők jelentkezését várják. A labdarúgó megyei másodosztály keleti csoport harmadik fordulójában augusztus 31-én Tiszakarád együttesét fogadta a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen a Szerencsvárosi Sportegyesület férfi labdarúgó csapata.
A labdarúgó megyei másodosztály keleti csoport harmadik fordulójában augusztus 31-én Tisza Karád együttesét fogadta a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen a Szerencs Városi Sportegyesület férfi labdarúgó csapata. A nyár végi mérkőzésen kissé álmosan kezdtek a szerencsi fiúk, hiszen az első találatig, az első félidő 54. percéig kellett várni a szurkolóknak, a gól Tóth Alex nevéhez fűződik. Az első félidő szünetében a hazaiak 1-0-ás eredménnyel vonultak az öltözőbe. Lengyel László a 73. percben talált be az ellenfél hálójába. A második félidő mindent eldöntő találatát Nagy Máté szerezte meg. A mérkőzés 3-0 arányú szerencsi győzelem született. Az ifjúsági csapatok találkozója 2-3-as tiszakarádi győzelemmel zárult. A megyei másodosztályú bajnokság augusztus 31-én és szeptember 1-én megtartott harmadik fordulójának eredményei. Szerencs Tiszakarád 3-0, Sárospatak Erdőbénye 2-1, Hollóháza Bodroghalom 2-2, Pácin Mezőzombor 2-1, Bodrog Kisfalut Garadna 3-2, Méra Posa FC Pálháza 2-3, Tokaj Abaújszántó 2-0. A harmadik forduló után a tabellát 9 ponttal Bodrog Kisfalut vezeti, a 7 pontos Tokaj és a 7 pontos Sárospatak előtt. Szerencs a győzelemmel a negyedik helyen áll, a 16 csapatot felvonult a tómezőnyben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ tájékoztatása szerint front továbbra sem éri el Szerencsét és környékét. Döntően anticiklon alakítja az időjárást az elkövetkezendő napokban. Hétfőn a kezdeti napos idő után a délután érkező hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra. A front átvonulása után a hét közepétől is változékony, hűvös időnk lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Szerencsén és térségében hidegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink! A Szerencsi Televízió műsorát látták. Adásunkat háromszor ismételjük meg, a műsort követően majd kedden 19 órától, valamint szerdán 10 órától. Új műsorral legközelebb szeptember 15-én jelentkezünk. Addig is telefonon fogadjuk hívásaikat a 898-024-es számon. E-mail címünk info@szerencsitv.hu. Posta címünk Szerencsi Televízió 3901 Szerencs, Posta Fiók 44. Internetes honlapunk a szerencsitv.hu címen érhető el. Legyen kellemes a hetük, viszontlátásra!